Ilyen Isten legfelső bíróság elnök. Azután, ami itt a szerben elhangzott, nekem nem sok mondani való lehet. Értelmetlen dolog volna, ha szavakkal próbálnék hadakozni a tények ellen. Úgy érzem, hogy sem 1956. október 23-a előtt, sem október 23-a és november 4-e között, sem november 4-e után soha nem volt olyan elképzelésem, tervem vagy szándékom, amely tudatosan a népi demokratikus államrend, az épülő szocializmus megdöntésére irányult volna. De világosan láttam, hogy cselekedeteim hatása mégis az volt, amit a vád megállt. Hibákat és bűnöket akartam jóvá tenni, amikor 1955-ben az akkori pártvezetőséget támadni kezdtem. De ahelyett, hogy valamit jóvá tettem volna, akaratom ellenére egy szörnyű, gyilkos ellenforradalom felidézésének részesévé váltam. Különösen gyötrő számomra az a gondolat, hogy 1956. november 4-e után sem értettem meg, hogy mi történt Magyarországon. Konokon és vakul kitartottam rögeszmény mellett. Egy tévolyult illegális lap szerkesztésébe fogtam, és szembefordultam a forradalmi munkásparaszt kormánnyal, amely a rend és a biztonság helyreállításán fáradozott, a haza életét és a szocializmust védelmezte. Nagyon tudom, amit tettem. De tudom, hogy a történteken a megbánás nem változtathat. Meggyőződésem, hogy a bíróság igazságos ítéletet.